csak egy percet kérek! Felejtsd el! Csak egy szóra, könyörgő! Mit akarsz? Nefi, egy csöppet sem tisztességesek a szándékai. Én nem akarok semmi rosszat, sőt. Hagyd már békén! A bohózat műfajának nagymestere volt George Fedeau, aki az utóbbi évtizedekben is folyamatosan jelen van a magyarországi színpadokon. Darabjaiban a polgári társadalom mulatságos és abszurd történeteit írta meg megcsalásokkal, szerelmi ügyekkel, félreérthető és félreérthetetlen helyzetekkel, amelyeket látva a közönség dől a nevetéstől. A Balek is egy megcsalás története. Két férfi bármit megtenne, hogy elcsábítsák közös ismerősük nejét. A történések és a karakterek teljes sebességgel fonódnak össze, ajtócsapkodások és csengőhangok közepette rögeszmék, frusztrációk és fantáziák szabadulnak el a komikum könyörtelen gépezetében. Az 1896-ban bemutatott mű semmit sem veszett frissességéből, ugyanúgy az ember esendőségéről szól, Fedeau pedig szellemes és mulatságos módon mutatja azt be a közönségnek. Alapvetően abban van az ereje, hogy amikor egy páros jelenetet látunk, akkor a szereplőink nagyon erőszakosak, önzőek, nyersek, és rengeteg hasonló, kevésbé jó emberi tulajdonságot tudok felsorolni. És amikor betér egy harmadik ember a színre, akkor változik a helyzet, és mindenki próbálja takargatni az előző baklövését, azt, hogy éppen az éppen belépő feleségére hajtott rá, és a néző pontosan látja ezt a feszültséget a hazugság és az igazság között, és ez nagyon szórakoztató. Maxot, a csábítót Tóth Zolka alakítja az előadásban. A művész szerint a közönség számára könnyűnek tűnő bohózatot játszani valójában nagyon nehéz. Szerintem az egyik legnehezebb műfaj, rettenetes intenzitást igényel. Nem árt, ha az embernek humorérzéke van. Hát a legfontosabb az intenzitás, pontosság, nagyon, nagyon nehéz műfaj. Nagyon nehéz. Egy pici figyelemkihagyás, és dugába dőlhet az egész. Tehát az egyik legkegyetlenebb műfaj a színházi szakmában. A bohózatban a főbb szerepeket mások mellett László Lili, Rák Zoltán, Bárnai Péter, Dézsi Darinka, Horváth Margit, valamint Tóth Károly alakítják, és újra színpadra lép Friedrich Noémi is.